Üdvözlöm kedves barátaim, remélem, hogy jó halljátok. Itt megyünk nagy esőben, és gondoltam, még Szolnokról úton vagyunk Szombathelyre, pár gondolattal megosztanék veletek. Arról szól, hogy nagyon sok tudós, a világi legjobb tudósok kutatnak, és abban vannak meggyőződve, hogy a világ egyetemnek a létrejövése, keletkezése az a vegyi elemek folyamat, vegyi vagy kémiai elemek keveredésének köszönhetőinek létrejött a világ. És ehhez ők megtanulták, miből áll egy ember vagy egy élő szervezet, sejtekből megtanulmányozták a sejteket, a sejt áll aminosavokból, akkor a DNS-ekből, azok pedig az atomokból állnak. Szóval nagyon precízen minden nagyon-nagyon jól tudnak elmondani, hogy miből áll egy sejt, és természetesen azt értenek, hogy először sejt kell, hogy jöjjön létre. Képzeljétek el, akkor ők azt mondják, hogy hát ez a fő dolog, hogy a sejt vagy az élet vegyi úton létrejött, úgyhogy élettelen vegyi eleme keveredése, kombináció segítségével létrejött egy sejt. És mondják, nézzétek meg, miből áll a sejt. A összes összetevő atomok és aminosavak, ez mind halott anyag, nincs benne élet. De összességében a sejt élő. Minden csupa élettelen dologból áll egy élő sejt. És akkor ebben hisznek, és próbálnak évek óta, száz éve keresztül ezt elérni laborba, létrejön egy életet, létrehozni egy életet kísérletek által. Képzeljétek el, a világon a legnagyobb intelligenciával, tudással rendelkező tudósok, kiváló tudósok évek óta próbálnak, és nem sikerült neki, hogy tudatosan és a tudással meg látnak, hogy hogyan áll, hogyan épül fel mondjuk a DNS, hogyan létre fog jönni egy aminosav, vagy a fehérje az aminosavokból, és ez minden tudatosan próbálnak építeni, és nem sikerül. Akkor képzeljünk el, hogyha élő lények, a legjobb agyak, legnagyobb tudással rendelkező tudatosan nem tudnak létrehozni egy sejtet, de ugyanakkor azt mondják, hogy ez tudatlanul, tudás nélkül, ez terve nélkül, céltalanul létrejött egy sejt. Hol a logika? Írjátok a kommentbe. Köszönöm szépen. Hare Krishna.